Egy ideje itt vagy Debrecenben, hogy tetszik itt? Nagyon jól érzem magam, ez a harmadik hetem, amit itt töltök. Úgy gondolom, hogy nagyon jó körülmények közé kerültem. Már az edzések is elkezdődtek? Igen, most már szintén a harmadik hete mennek az edzések is. Most már nagyon kemények, úgyhogy elég fárasztó. És emellett egyetemre is jársz? Így van, az egyetem is van. Ma is voltam, minden nap járok. Nagyon tetszik. Ez is egy pozitív élmény. A csoportások milyenek alakultak ki már barátságok? Még nem volt lehetőségem olyan sűrűn találkozni velük, úgyhogy még nem. De egyébként hogy viszonyulnak hozzád? Nem távolságtartóak? Hát, mint minden fiatal először, nem ugrik senki egymás nyakába. Majd alakul ez is. Nem érzed magad egyedül itt Debrecenben? Úgy tudom, a családod nélkül. A csapattársakkal jól vagyok, úgyhogy... Úgyhogy abszolút nem érzem magam egyedül. Most milyen versenyre készülsz, mi lesz a következő? Rövidpályás Európa bajnokság és a rövidpályás országos bajnokság lesz, amire készül. Ezek mikor lesznek? November közepén és október végén. Az országos bajnokság lesz október végén, november végén az Európa bajnokság. És hogy érzed, jobb teljesítményre leszel képes, hogy itt készülsz? Még egyelőre alapozási időszak van, még nagyon könnyen fáradok, úgyhogy erre még nem tudok választatni, de úgy gondolom, hogy a létesítményt és a körülményeket nézzük, akkor bízom benne, hogy előrelépés lesz, mivel jobb körülmények között készülhetek. Akkor nem bántad meg, hogy ide jöttél? Nem bántam meg. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok!